éves hagyomány már a Puskás iskolában, hogy a himnusz születésnapján tanárok és diákok gálával tisztelegnek a magyar kultúra értékei előtt. A műsor elején a magyar kultúra értékes régi anyagaiból mutatunk be részleteket, irodalmi művekből, zenékből, utána viszont egy kicsit a vidámság adja majd a fő hangsúlyt a műsorban, tánccal, zenével. A fiatalok minden évben nagy lelkesedéssel készülnek közös produkciókkal, vidám színpadi jelenetekkel. Indul a Bakterház, kicsit átalakítottuk egy iskolai előadásra, és nagyon humoros és vicces lesz. Húzd rá, cigány! Megittad az árát! Kedvenc irodalmi szövegeiket és olvasmányélményeiket osztották meg egymással a Premontra is diákok. Több éves szokás már, hogy felolvasást tartanak a Magyar Kultúra napján. Ezekből az alkalmakból kiszokott alakulni egy nagyon-nagyon jó, bensőséges hangulatú beszélgetés, és így arra törekszünk, hogy ez a hagyomány minél tovább tudja magát tartani az időben. A választott versekhez, kortárs szövegekhez személyes kötődésük van a fiataloknak, vagy egyszerűen csak tetszik nekik és szívesen beszélgetnek róla. Én egy József Attila verset hoztam, aminek az a címe, hogy a nagy ajándékok tora. És ez egy nagyon érzelemdús vers, és én is ugye minden napokban általában elég érzelmes vagyok, és sokszor az érzelmeimre hallgatok, hogy mondjuk egy döntést kell meghozni. Az idei program közel 100 diákot mozgatott meg. Lopok neked egy könyvet, alapjait teleírom, vérrel, verítékkel valahogy még kibírom. Ez egy tankcsapda dal részlete, nekem ez az egyik kedvencem, ezért választottam, és a könnyű zene, illetve a dalszövegek is a magyar kultúra részei. Válasszák ki önök is a kedvenc meséjüket, regényüket, novellájukat, olvassanak bele, hallgassanak meg egy jó zenét, vagy nézzenek meg egy jó filmet a Magyar Kultúra napja alkalmából.